Kürti Béla nevét viselheti a sporttörténeti gyűjtemény. Ehhez Ceglédváros önkormányzata hozzájárulását kérte Magyar László, a Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány elnöke. A névadó rendezvény tervezett időpontja március 9-e. Ez alkalommal tisztelegnek Kürti Béla munkássága előtt. Egyúttal megemlékeznek a Sporttörténeti Bizottság 40 éves évfordulójáról és a 4 évtized hagyományőrzőinek emlékéről. A jogszabályoknak megfelelően, amelyek nem teszik lehetővé, hogy csupán a fenntartó jóváhagyásával a múzeum nevet vehesse fel az intézmény, a testület a Kürti Béla sporttörténeti gyűjtemény elnevezést javasolja és támogatja. Új díjakat alapított a város. A helyi védelem alatt álló építmények megóvására vonatkozó ösztönző rendelet keretei között az önkormányzat új pályázati rendszert dolgozott ki annak érdekében, hogy anyagi támogatásban részesítse a helyi egyedi védelem alatt álló építmények tulajdonosait, jogszerű kezelőit, használóit. A rendelet kiegészítése két díj adományozásának lehetőségét tartalmazza. A település képi követelményeket teljesítő építmények tulajdonosai számára évenként adományozható Ceglédváros építészeti díja, valamint az üzletek, kereskedelmi egységek számára adományozható Ceglédváros minőségi üzletportálja díj. Mindkét díj évente egyszer adományozható. Díjazásra javaslatot bárki előterjeszthet. A beérkezett javaslatokat az önkormányzat szakmailag illetékes díjbizottsága bírálja el, majd javaslatot tesz a képviselőtestületnek. Imregi Tibor fideszes önkormányzati képviselő javaslatára pedig azt is megszavazta ma a testület, hogy nyilvánosságra hozzák a január 21-i rendkívüli ülés jegyzőkönyvét. A munkatörvénykönyvének módosításához kapcsolódó téma ugyanis nagy visszhangot keltett. Mivel a törvény egyértelműen nem engedélyezi, de nem is tiltja, így olvashatóak lesznek az ülésen elhangzottak a város internetes oldalán is.